amely egy szívemhez közel álló témát, az IP telefóniát, ugyanis azt gondolom, hogy itt is olyan lehetőségeink vannak, amik szintén költséghatékonyak, szintén hosszú távon fenntarthatóak, szintén nem kell nagy support díjakat fizetni érte, hiszen ahogy a Tivadar is elmondta, akár saját belső informatikus is fönn tudja tartani ezeket a rendszereket, tudja őket konfigurálni, és olyan megoldásokat tudnak a kollégáink összeállítani, ami amúgy a nagy multiknál divatos. A Fővárosi Bíróság. Felraktam ezt a képet ide, hogy lehessen látni. Ez az épület Budapest második legnagyobb középülete. Konkrétan a parlament után a következő nagy középület. Az 1800-as évek végén tervezték, építették, és egy kisebb fajta forradalmat hajtott akkor végre az igazságszolgáltatás, amikor a különböző törvényszékeket, járásbíróságokat egy épületbe hozta össze, és megszüntették azokat a bérleményeket, amikben addig ezek az intézmények működtek, és helyette egy állami intézménybe került mindenki. Ma, 2011-ben, nem csak ebben az épületben, hanem a többi 14 épületünkben együtt 939 bíró, titkár, fogalmazó dolgozik, tehát a jogvégzettek. 1339-et eléri, vagy lassan meghaladja a tisztviselők, írnokok száma, és meghaladjuk most már 2800 számítógépes munkahelyet. Ez a 2800-as szám, ez azt jelenti, hogy egyrészt a dolgozószobákban, a tárgyalókban, a gazdasági hivatalban, tehát minden egyes olyan munkahelyen, ahol szükség van informatikai eszközökre. A Fővárosi Bíróság épp úgy, mint minden nagy szervezet ebben az országban, része egy országos infrastruktúrának. Ez az országos infrastruktúra ugye 158 önálló bírósági épületet foglal magába. Ez az épület komplexum, ez az elektronikus kormányzati gerinchálózat fölött működő hálózatban van összekapcsolva. Alapvetően a különböző novel termékekre épülnek az infrastruktúránk elemei, mint fel is soroltam én is, de ez már többször elhangzott véletlenül a mai nap. És ami nagyon fontos, hogy egy tradicionális, stabil, működő partneri kapcsolatunk van ezekkel a technológiákkal, és szépen fejlődünk, haladunk ezekben előre. Nagyon nagy lehetőség számunkra, hogy nem vagyunk elkötelezett Microsoft partnerek, hiszen alapvetően egy más kultúra, ami meghatározza a munkánkat. Visszatérve a kispesti történethez, mi is Kispesten természetesen jelen vagyunk, és a Kispesti Bíróság az első mérföldkő, ami az Open Office, illetve a Star Office irányba indított el bennünket. Ez még 2000-ben volt, és hasonlóan, mint az elején mutattam, ahogy a Fővárosi Bíróság egy új épületbe költözött, 2000-ben a Kispesti Bíróság egy új épületet kapott, azt fel is újították, és itt abban a helyzetben voltunk, hogy megtervezhettük, hogy milyen eszközökkel szereljük fel ezt az épületet. A második sorban látszik, hogy a másik kedvenc témámmal is rengeteget foglalkoztunk, hiszen mindenféle vékony klienses megoldásokat elemeztünk, hogy mit érdemes választanunk, mit érdemes hosszabb távon használnunk. A hosszú-hosszú gondolkodás után mi a SAN technológiát választottuk a Star Office 5.2-vel együtt. Ugye ez volt az időszak, amikor a SAN fölvásárolta a Star Division-t, és így megkaptuk a SunRay vékony kliensek rendszerünkkel együtt a Star Office 5.2-t, és azt kezdtük el használni. Akkor 65 darab vékony klienst helyeztünk üzembe, ma már ez lassan eléri a 100-at. Ugye azt kell tudni, hogy az elmúlt 10 évben beszerzett eszközök még mindig üzembe vannak. Tehát ez a rendszer, ez úgy működik a kliens oldalon, ahogy akkor leszállították. Természetesen szerver oldalon már mindent kicseréltünk, bővítettünk, de a kliens oldal nem változott. Nagyon izgalmas, hogy akkor ugye még OpenWin-t használtunk, meg GNOME-ot használtak a felhasználóink még az akkori kezdeti verziókban, most már azért ezek szépen haladtak előre. És természetesen, ahogy az ember bemítettem, vannak nekünk is alkalmazásaink, amiket futtatni kell, tehát maradtak még alkalmazás szervereink, és itt fel kellett, hogy állítsuk az első Windows-os alkalmazás szerverünket is. A következő izgalmas pont 2003-ban jött el, vagy látványos pont az életünkben.
amikor egy nagy országos beruházás részeként lehetővé vált, hogy egy központi épületünkben, egy másik nagyobb központi épületünkben, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon is gépcseréket, hardverfejlesztést hajtsunk végre. Ott lehet látni, hogy egy iszonyú állapot volt az épületben, körülbelül volt 260, hát eléggé vegyes összetételű PC-nk, rengetegféle irodai program, ugye mindenki emlékszik még gondolom azokra az időkre, amikor OEM-ként vettük sorba a különböző Word verziókat, és hát nem mondhatnám, hogy örömmel üzemeltettük őket. Az volt az egyik alapvetésünk, amikor ezen elkezdtünk gondolkodni, hogy az elmúlt három évben, tehát 2000-től 2003-ig Kispesten különösebb gondunk nem volt, az ott telepített irodai programcsomag működött. Volt egy nagyon érdekes számításunk, mert a 2003-as évben kiszámoltuk azt, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokból, hogyha gépeket veszünk, akkor mennyit tudunk vásárolni. Eléggé egyszerűen kijött, hogy ha Microsoft Office-t vásárolunk, akkor 110 gépet fogunk venni, ha nem, akkor 195 darabot. Ez a szám, ez eléggé meggyőző volt a vezetésünk számára, és úgy döntöttek, hogy vágjunk bele itt is ebbe az irányba. Volt egy nagyon fontos dolog, és ide kiemeltem direkt a Magosányi Árpinak még a 2001-es eleme konferencián elmondott előadásában foglaltakat, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a mai pillanatban. Már akkor azt gondoltam, hogy elérte az OpenOffice azt a kritikus tömeget, ami a működéséhez szükséges, ami a mi szempontunkból rettenetesen fontos. Ugye azt mondta a Magosányi Árpi, hogy a kritikus tömeg az a felhasználó mennyiség, ami fölött egy fejlesztés önfenntartóvá válik. Azt gondolom, hogy ma, amikor a LibreOffice-ról beszélünk, pontosan erről van szó. Látjuk azt, hogy hiába szűnnek meg, vagy alakulnak át multik, nagy cégek emögött a projekt mögött, ez a fejlesztés, ez a mai napig él és folyamatosan fejlődik. A másik, ami nagyon fontos, amit el kell mindig mondanom, hogy akkor már létezett az FSL fuhonosítási projekt, aminek köszönhetjük azt, hogy van ma a magyar nyelvű OpenOffice, illetve LibreOffice, és ez roppant fontos volt abban a pillanatban, hiszen egy olyan környezetben dolgozunk, ahol a magyar nyelv használata rettenetesen fontos. Mai napon láttam, tehát a magyar helyesírási ellenőrzőről nyilván volt szó, remélem, hogy többen meghallgatták, egy nagyon-nagyon fontos fejlesztés. Vállalati támogatás is volt 2003-ban, ma már ugye, ahogy valaki végig gondolja ezt a napot, ez nem meglepő, akkor azért még ez nem volt ilyen egyértelmű. A következő fontos pont a Fővárosi Munkaügyi Bíróság megint egy új épületbe költözés időpontját jelenti számunkra. Akkor belevágtunk abba, hogy 90 darab duálbútos géppel szereltük fel az épületet, és azt kell, hogy mondjam, hogy bár látszik itt is a képernyőn, hogy változások voltak menet közben, tehát NLD-ből SUSE lett, mármint úgy, hogy NLD-ből SLED lett menet közben, a menedzsment rendszer megváltozott mögöttem, a Red Carpet már eltűnt a hálózatunkból, ettől függetlenül ezek a gépek ezek szépen működnek, Linux alatt is, Windows alatt is, OpenOffice-t használva dolgoznak a kollégáink a mai napig. A tapasztalataink. Igyekszem mondom a pozitívumokhoz kötődni, mert a negatívumokat hál' Istennek már elmondták előttem. Tehát én azt állítom, hogy a mi esetünkben nem volt igazi migrációra szükség. És azért nem volt igazi migrációra szükség, mert a mi munkatársaink hát viszonylag egyszerűen használják az irodai programcsomagot. Az, aki táblázatkezelőt használ, az egy nagyon ritka madár nálunk. Általában mindenki viszonylag egyszerű módon szövegszerkeszt. Én magam a PKKB-s átállásnál jártam körbe az épületbe, és nézegettem, hogy mit fognak tudni megnyitni a kollégák, és igazából nem okozott nagy problémát. Azokkal az állományokkal van probléma, ugye, ami már elhangzott korábban, amit már évek óta hurcol valaki magával, sok-sok szövegszerkesztő verzión át, és azokat akarja megnyitni, azzal mindig probléma van. 2003-ban még nem volt igazán jó dokumentáció, ma már ez ismételten nem igaz, és ami nagy tapasztalatunk volt akkor, hogy folyamatos oktatásra van szükség. Nagyon rossz irányba haladt, vagy haladt talán még ma is a magyar informatikai oktatás,
terméket oktat mindenki, terméket oktatnak az iskolák, terméket oktatnak a továbbképző intézmények, és terméket oktatnak a munkahelyek, mert mindenki azt gondolja, hogy ez a leghatékonyabb, hogyha megtanítom arra a felhasználóimat, hogy melyik menüpontot, melyik gombot kell megnyomnia ahhoz, hogy ez működjön. Ez elég gyorsan kiderült számunkra, hogy ez egyáltalán nem igaz. Arra kell oktatni a felhasználót, hogy gondolkodjon, megtanulja azt a logikát, hogy egy szöveget hogy kell megszerkeszteni, hogy kell előállítani, és akkor képes lesz arra, hogy fejlődjön, képes lesz arra, hogy tovább lépjen. ECDS szintű tananyag létezett már korábban is, az is egy kormányzati program eredménye volt különben, amit megvettünk, és természetesen egy szabad szoftver alapú oktató portálon keresztül használjuk, illetve használtuk akkor nagyon sok, ugye hát a PKKB esetében több mint 400 embert kellett gyorsan oktatnunk OpenOffice használatára, és a mai napig is üzemben tartjuk a Moodle nevű oktató portál, vagy rendszeren működő oktató portálunkat, ami ezek az anyagok megtalálhatók, és nem csak informatikai konkrét szoftvereket oktatunk, vagy használatot oktatunk rajta, hanem például az informatikai biztonsági szabályzatból is így oktatjuk, meg így vizsgáztatjuk a dolgozóinkat, és ez adott esetben ugye az előbb látott létszámot érinti, tehát több mint 2500 ember tudunk így oktatni, szabad szoftver alapú oktató portálom. Ami nekem a saját személyes tapasztalatom, hogy a legnagyobb ellenség általában a lusta rendszergazda. A lusta rendszergazda ugye az, aki nem hajlandó ezekkel a dolgokkal foglalkozni, nem hajlandó gondolkodni, nem hajlandó változni, nem hajlandó felelősséget vállalni. Igen, elhiszem azt, hogy sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy egy multicég ott van mögöttünk, és akkor majd ő elviszi a balhét, ha bármi van, hiszen ő gyártotta, és a többiek is ezt használják, tehát nekem problémám nem lehet. Viszont ha valaki szabad szoftvert használ, akkor a felelősség az ő hátán van, neki kell vállalni, nincs más, aki ezt a felelősséget átvegye tőle. Ez bizony kétségtelen tény, nem egyszerű, viszont ha valaki fölvállalja, akkor eredményeket el lehet érni. Borzasztó ellenzékiek a lusta fejlesztők. A lusta fejlesztő az, akit valamilyen konkrét nagy multi termékéből képeztek ki, és nem hajlandó azt elérni, hogy például egy könyvelő program hajlandó legyen Microsoft Office nélkül nyomtatni. Szerintem ez elképesztő, hogy azért költsünk majdnem 100 000 forintot egy könyvelő gépére, hogy tudjon egy könyvelő programból egy listát lehúzni, egy listát kinyomtatni. Egyszerűen felháborító. És hát ugye nagy probléma van az oktatási rendszer miatt a konkrét alkalmazás kezelésre oktatott munkatársakkal, akik nagyon nehezen fogják megérteni, hogy miért kell ők nekik ezt újra megtanulni. Viszont 2003 óta csak OpenOffice-szal helyezünk üzembe új munkaállomásokat. Azóta Microsoft Office licencet nem vásárlunk, illetve nagyon kicsi mennyiségbe, akkor, amikor sajnos valamelyik alkalmazás rákényszerít bennünket. 2008-ban a munkaállomásaink 12%-án volt már csak Microsoft Office, és terveink szerint haladunk előre, és el szeretnénk kérni azt a bűvös 5% körüli korlátot, ami alá véletlenül nem lehet vinni ezt a számot. Ami nagyon nagy öröm, az az, hogy folyamatosan tudjuk a verziókat frissíteni. Ugye a StarOffice 5.2-től a LibreOffice 3X-ig különösebb költség nélkül akár egy verzióban, egységes verzióban tudjuk tartani a gépeinket. Ha belegondolunk abba, hogy nem hiszem, hogy csak én, de véletlenül elég sokan küzdenek azzal, hogy ugye Windows XP-t ki kell dobni hamarosan, mert meg fog szűnni a támogatása, akkor láthatjuk azt, hogy nincsenek olyan gátak, olyan korlátok, amik megakadályoznak bennünket abba per pillanat, hogy szövegszerkesztőt váltsunk, hiszen szépen a saját munkánkat ráadozva természetesen meg tudjuk ezt tenni. Egy olyan gyakorlatot alakítottunk ki, hogy körülbelül évente szerettem volna, de ebből legalább 2 vagy 3 év lett, minden gépünket újra imédzseljük, és ezekbe az imédzsekbe mindig a lehető legfrissebb változatú szoftvereket tesszük bele. Ugye, irodai programcsomag oldalról természetesen el tudjuk vinni a legújabb változatig. Operációs rendszer oldalról, ott, ahol valamiféle tulajdonosi szoftvert használunk, ott sajnos ez nem megy, ott addig tudunk menni, ameddig a licenceink ezt lehetővé teszik. Ugye megint ide írtam ezt a 110 VS 195-ös számot. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, látni kell, hogy ekkora eltérés van. És ezt mindenütt, mindenkinél ugyanekkora eltérés van, és ha valaki ezt figyeli, kiszámolja, követi, akkor nem hiszem el, hogy nem éri meg ebbe az irányba lépni.
A napi árakat figyelembe véve, tehát a Microsoft Office licencdíjakat figyelembe véve 2003-tól mi úgy számoljuk, hogy több mint 220 millió forintot takarítottunk meg. Illetve nem költöttünk el, hanem helyette hardvert vásároltunk. Borzasztó fontos az, hogy azért írtam ki az elején, hogy mekkora dolgozói létszámmal dolgozunk, mert el kell látni ezeket az embereket munkaeszközzel, ez pedig csak akkor megy, hogyha ezt tudjuk finanszírozni, mert a vasat mindenképpen meg kell venni. Ezt a pénzt, ami itt van, mi ezt vasra költöttük el, és nem szoftverre, így gyakorlatilag el tudtuk érni azt, hogy 100%-os a felszereltségünk. A tervek. Én azt gondolom, hogy tovább menve az úton, mindenhova open vagy LibreOffice szeretnék tenni. Én nagyon óvok mindenkit attól, hogy beengedjen Microsoft terméket a rendszerébe, mert nem szabad. Tehát egy pillanatnyi gyengeség a rendszergazdától, egy pillanatnyi gyengeség a beszerzéstől nagyon nagy problémákat fog okozni a későbbiekben. Nagyon örülünk annak, hogy a kormányzat foglalkozik az ODF kormányhatározatban való megkötésével, amire talán mi is fel tudnánk kapaszkodni, és akkor azt tudnánk mondani, hogy mindent egységesen ODF-ben szeretnénk befogadni is. A befogadni is azért fontos, mert nyilván a bíróságoknak is elektronizálódnia kell, és a bíróságok abban a helyzetben vannak, hogy nekünk mindent el kell fogadni. Tehát per pillanat a mai jogszabályi környezet szerint minden dokumentumtípust el kell fogadnunk, mindent át kéne vennünk, mindent fel kéne tudnunk dolgozni, mindent fel kéne tudnunk használni. És nem kell itt meglepődni, mert akár a különböző tervező programok tervrajzaitól egészen az ügyvéd telefonján lévő hangállományig mindent fel kéne tudnunk dolgozni. Ezért ezen a széles spektrumnak egy kis szeletét, ha kivesszük, és azt mondjuk, hogy a dokumentum formátumokat meg lehet kötni, és azt tudjuk mondani, hogy csak ODF-ben fogadunk be, ez nekünk már borzasztó nagy segítség lenne. A másik, szintén elhangzott ma már az Alfresco nevű dokumentum kezelő rendszernek a neve. Mi nagyon hiszünk ebbe a megoldásba, és azt szeretnénk, hogy erre a rendszerre építve, aki megnézi a LibreOffice honlapját, meg fogja látni, hogy ők is ugye egyre jobban Alfresco pártiak, és az Alfrescoval nagyon szoros integrációban vannak. A szövegszerkesztőt Alfrescoval összeintegrálva egy elektronikus irattárat szeretnénk mi is létrehozni. Ebben is már nagyon sok tapasztalat van a bíróságokon, épp most nézegettem, hogy nem csak nálunk, hanem más megyei bíróságokon is már aktívan használják erre az Alfrescót. A másik izgalmas téma, amit hoztam, az Asterix telefonia. Ez azért érdekes megint, mert ez egy kicsit ilyen megcsontosodott, megkötött terület, és mindenki azt mondja, hogy megveszem ezt vagy azt a brand terméket, és akkor használom, és nem igazán gondolkodunk abban, hogy mit is kéne csinálni. Egy nagyon-nagyon-nagyon régi telefonközpont lecserélésre került. Azt jelentette, az az igény volt az épületben, hogy 110 darab készüléket, 110 darab melléket kell tudnunk kezelni, 4 darab analóg faxnak működnie kell a különböző irodákba. Szerettünk volna ISDN 30-as csatlakozást elhelyezni az épületbe, illetve ugye takarékossági okokból praktikus 2 darab GSM gateway-nek is a bekapcsolása. Jártunk körbe-körbe-körbe, mindenféle technológiában, mindenféle tárgyaláson részt vettünk, és körülbelül ezek a számok jöttek ki, hogy ennek a rendszernek körülbelül 6 millió forint a bekerülési költsége Asterix-el, tehát maga a hardware költségét tekintem itt, meg a kis munkadíjat, ami kell hozzá. Ha egy brand IP telefóniát választok, akkor 60 ezer forintba kerül egy készülék. Mert hogy 30 ezer forint maga a készülék, az alapkészülék, és még 30 ezer forint hozzá a szoftver licenc, amit telefonközpontra meg kell vennem készülékenként. És akkor a központnak az árát azt most ne számoljuk ehhez hozzá. Egy digitális telefonközpont az olyan 15 millió forint körüli áron volt akkor. Nagyon-nagyon kemény, tehát ez a telefónia, ez bizonyos módon sokkal keményebb piac úgy tűnt nekem, mint amúgy az informatika. Nagyon éles, nagyon kemény megbeszéléseken vettünk részt, és az döntött az utolsó pillanatban, hogy mi elvállaltuk azt, hogy egy hét alatt üzembe helyezzük a telefonközpontot. A nagy brand szállítók ezt nem tudták vállalni, azt mondták, hogy ez több hónap, mire beüzemelik.
2009. június 1-je volt a határidő, mert a főnököm azt mondta, hogy akkor ott működnie kell a bíróságnak, és azt gondolom, hogy ezt meg is csináltuk. Természetesen nagyon jó helyzetben vagyunk, mert rá 2-3 hétre elkezdődik az ítélkezési szünet, amikor gyakorlatilag nem működik a bíróság, de ettől függetlenül ebben a 2-3 hétben már a telefonja működött az épületben. Most a héten néztem meg, ugye 2 darab HA-ba kötött Linux szerver szolgálja ki ezt a kis telefóniát. 243 napja működött, ami az a leállás az nyilván valamiféle egyéb üzemszünet miatt történt. Ebben az időszakban 65 ezer bejövő hívást kezeltünk, és kb. 50 ezer kimenő hívást. Nagyon fontos, informatikai eszközről van szó, nem kell hozzá support szerződést kötni. Van egy kollégánk, aki az elmúlt pár évben olyan szinten beletanult ennek a rendszernek a működtetésébe, üzemeltetésébe, hogy nem szükséges külső support szerződést kötni hozzá. Nem csak a normál telefóniába tanult bele, de intelligens válaszadó rendszerek készítésébe, felprogramozásába, telefonkjúkál összeállításába, kezelésébe. A napirenden van, hogy a belső helpdeskünket egy kis call centerrel erősítsük meg, és az legalább olyan intelligens legyen, hogyha nincs bent informatikus éppen a szobába, akkor a bejelentésből automatikusan egy hibajegyet is tudjon generálni a helpdesk rendszerbe. Tehát azt gondolom, hogy olyan egyszerű eszközökből olyan jó kis szolgáltatásokat lehet fölépíteni, amik bizony nagyon sokba kerülnek, hogyha az ember ezt meg akarja venni a piacon. Integráltuk a Fővárosi Bíróság nagy alkatel központjával, ami kiszolgálja a Fővárosi Bíróság épületét, kiszolgálja a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületét, per pillanat még az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalát is. Ezzel az alkatel központtal, ami egy nagyon öreg készülék, mert több mint 12 éve helyezték üzembe, 386-os processzorokkal van felszerelve, ezzel simán megteremtettük a kapcsolatot és működünk. Tehát keresztül kasul lehet hívni mellékszinten egymást. Nem csak, hogy fővároson belül, de a Vas megyei bíróságnak a szintén Asterix alapú telefonközpontjával is össze vagyunk kötve, tehát az adathálózat fölött szintén tudjuk egymást hívni, ami azt gondolom, hogy nekem, mint informatikusnak természetesen roppant kellemes szórakozás, de amúgy is egy roppant jó dolog. Egy apró szám, amiben beleütköztünk, ugye az Alcatel telefonközpontban 2 évvel ezelőtt 500 ezer forint volt egy ISDN 30-as kártya. Most már ez kezd lefelé menni, és meg lehet vásárolni az interneten keresztül akár 300 vagy 200 ezer forint is használt kártyákat, mert ezeket a központokat már nyugaton állítják le. De egy PC-be való ISDN kártya, ami 4 darab ISDN 30-as portot tud kezelni, az már 2 éve 150 ezer forint volt. Tehát radikális az árkülönbség. Azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy ilyen IP telefónia, ami szabad szoftverre alapul, hosszú távon fenntartható, hosszú távon fejleszthető megoldás. Köszönöm.